Ebben a videóban a méréssel fogtok megismerkedni, valamint a hosszúság, a tömeg és az idő mértékegységeivel. A mérés a történelem kezdetén azt jelentette, hogy két vagy több dolog egy-egy adott tulajdonságát összehasonlították. Melyik a magasabb, melyik a nehezebb, vagy melyik van távolabb. Itt a becslésnek is fontos szerep jutott, hiszen olykor az életük múlott rajta. Ez azóta sem változott. Gondoljunk csak bele, hogy az autóvezetőnek előzéskor szintén jól kell megbecsülni a szembejövő autó távolságát, sebességét. A kereskedelem elterjedésével szükség volt olyan közös mértékre, ami mindig kéznél van. Ezek a különböző testrészek voltak. Nézzünk egy példát a velük való mérésre. A mérés tehát összehasonlítás. A választott egységet, a lábat, összehasonlítom a mérni kívánt dologgal, és megnézem, hányszor fér rá. A pajzs 3 láb hosszú, ahol a láb a mértékegység, a mérőszám pedig a 3-as. Ez egy kicsit elgondolkodtató. Kisebb távolságokat lépésben mértek. Nézzünk erre is példát. Bizony előfordult, hogy ami az egyik területen 3 lépés hosszú, az a másik vidéken 4. Vagyis egy adott mérték területenként nem egységes. Ugyanez a helyzet a nagyobb távolságokkal. Ezeket a megtételükhöz szükséges időben mérték. Már az ókorban is létrehoztak mértékrendszereket, de ezek az egyes területeken, országokban eltértek egymástól. Európában is csak a 18. század kezdetén kezdték kialakítani az egységes mértékrendszert, amelyhez mára a világ országainak nagy része csatlakozott. Párizsban a tudósok 1799-ben egyeztek meg a hosszúság alapegységében, ami nem más, mint a méter. De mi is az a hosszúság? A hosszúság valójában két pont közötti távolság. Az eldobás és a leérés pontja közötti távolság, vagy a rajt cél távolsága, vagy magasságméréskor a talpától a feje búbjáig terjedő távolság. De hosszúságmérést végzünk akkor is, amikor például derékbőséget akarunk meghatározni. A méter egy átlagos magasságú férfinek körülbelül a csípőjéig ér. Ez a férfi 1 méternél magasabb, de 2 méternél alacsonyabb. Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk mérni, kisebb egységre van szükségünk. Ezért a métert 10 egyenlő részre osztottuk fel, és így kaptuk a decimétert. Ha most megnézzük a férfi magasságát, láthatjuk, hogy 1 méter 8 deciméter magas. Az 1 méter 10 deciméter, ezért összesen 18 deciméter magasságú, ahol a deciméter a mérték egység, a 18 pedig a mérőszám. Ezt a könyvet deciméterben nem tudjuk pontosan megmérni, ezért kisebb egységre van szükségünk. A métert már felosztottuk 10 egyenlő részre, vagyis deciméterre, az 1 méter, tehát 10 deciméter. A most kapott decimétert újabb 10 egyenlő részre fogjuk felosztani, és így kapjuk a centimétert. 1 deciméter, 10 centiméter. Ha ezeket a centimétereket ráhelyezem a méterrúdra, látom, hogy 10×10, vagyis 100 cm fér pontosan rá. A könyv hossza 37 cm, a rövidebbik oldala pedig 28 cm. Az emberek magasságát cm-ben szoktuk megadni, az előbbi férfi 18 cm magas volt, 18×10, vagyis 180 cm magasságú. Ha ennél is pontosabban akarunk mérni, még kisebb egységre van szükségünk, ezért a centimétert is fel kell osztani 10 egyenlő részre, és így kapom a millimétert. 1 centiméter, 10 milliméter. Ha a deciméter minden egyes centiméterére ráhelyezem a millimétert, 10×10, vagyis 100 milliméter tudok ráhelyezni. A méterrúdra pedig 10×100, vagyis 1000 millimétert. Helyezzük el most ezt egy táblázatban. Az alapegységem tehát a méter. Ha ezt az egységet 10 egyenlő részre osztom,
Tizedet, vagyis decit kapok, elnevezése deciméter. Ha 100 egyenlő részre osztom, század jelentése centi, centi méter lesz. És ha 1000 egyenlő részre osztom, millit, vagyis millimétert kapok. Nagyobb távolságot kilométerben szoktunk mérni. 1000 méter az 1 kilométer. Helyezzük el ezt is a táblázatban. Az alapegység tízszeresét, százszorosát nem használom, az ezerszerese a kiló, vagyis a kilométer. Nézzünk néhány átváltást. Az 5 métert szeretném centiméterbe, deciméterbe, milliméterbe átváltani. A méter és a deciméter között 10 a váltószám, 5x10 az 50 deciméter. Méter és a centiméter között 100 a váltószám, 5x100 az 500 centiméter. Méter és a milliméter között 1000 a váltószám, 5x1000 az 5000 milliméter. Most 150 méterem van, 150x10 az 1500 deciméter, 150x100 az 15000 centiméter, és 150x1000 az 150000 milliméter. Nézzünk egy kicsit nagyobb egységet is. 3 kilométer és 40 méterem van. Ha azt szeretnénk megtudni, hogy ez összesen hány méter, kiteszem a helypótló nullát, és már is látom, hogy az 3040 méter. Valóban, hiszen a kilométer és a méter között 1000 a váltószám, 3x1000 az 3000, meg az a 40, az 3040 méter. A hétköznapokban nagyon sokszor mérünk hosszúságot, fontos, hogy megfelelően válasszuk ki a mérőeszközt. Ezen a képen is mérőeszközöket látunk, amivel a tömegeket mérjük. Az ételek mennyiségét konyhai mérlegen, testünk tömegét fürdőszobai mérlegen, kisebb-nagyobb tömegeket pedig kétkarú mérlegen, vagy a mázsán tudjuk mérni. A tömeg a testben lévő anyag mennyisége, ami mindenütt állandó. A hétköznapokban gyakran keverik a súllyal. Fontos különbség, hogy bárhol vagyunk, a súlyunk változhat, de a tömegünk nem. A tömeg alapegysége az 1 kg. Az 1 deciméter élhosszúságú kockában lévő 4 Celsius fokos tiszta víz tömege pontosan 1 kg. A kilogram ezred része a gram. 1 kg tehát 1000 gram. Század része pedig a dekagram, vagyis 1 kg a 100 dekagram. Kétkarú mérlegen jól látjuk a mérés folyamatát. 1 kg lisztet helyeztem az egyik serpenyőbe, és a mérés kedvéért fél kilogrammos súlyt tettem a másikba. Láthatjuk, hogy nincs egyensúly a mérleg két oldala között. Most viszont, hogy kicseréltem 1 kg-ra, látom, hogy egyensúlyba állt a mérleg, vagyis a liszt tömege 1 kg. Nagyobb tömegű tárgyakat tonnában mérünk. 1 tonna az 1000 kg. Helyezzük el ezeket a mértékegységeket a táblázatunkban. Az elnevezés és a könnyebb számolás miatt a grammot az alapegység oszlopába helyezem. Ez lesz az egységem. Ennek a tízszerese a deka, vagyis a dekagram. Százszorosát nem használom, az ezerszerese a kiló, vagyis a kilogram. De ne feledkezzünk meg arról, hogy az alapegység valójában a kilogram, csak a könnyebb számolás véget írtuk így. A hétköznapokban a tized, század részét általában nem használjuk, az ezred részét viszont igen, ez a milligram. Gyógyszerek hatóanyagait, vitaminok tömegét milligramban szoktuk megadni. Nézzünk néhány átváltást. 3 kg-unk van, és dekagramban, valamint gramba szeretném átváltani. A kilogram és a dekagram között 100 a váltószám, 3x100 az 300 dekagram. A kilogram és a gram között 1000 a váltószám, 3x1000 az 3000 gram. 20 dekagramom van, amit így tudok elhelyezni a táblázatban. Dekagram és a gram között 10 a váltószám, 20x10 az 200 gram. De ne feledkezzünk meg a tonnáról sem.
A tonna és a kilogramm között ezer a váltószám, kétszer ezer, az 2000 kilogramm. A hosszúság és a tömeg mértékegységeit, mint láttuk, a tízes számrendszerre építették fel. A képen néhány sokszor használt előtagot láthatunk ebből a rendszerből. Pirossal kiemeltem a most tanultakat. Az idő nem illeszkedik ebbe a rendszerbe. Az idő mérésekor mérhetjük az időpontot, vagyis hogy az adott esemény mikor történik, illetve az időtartamot, hogy mennyi ideig tart. Régi időmérő eszközöket láthatunk a képen. Ma már sokféle órát használunk, de közülük is a legpontosabb az atomóra. Időtartam mérésére pedig a stopper, illetve a metronóm áll rendelkezésünkre. Most nézzünk egy hagyományos órát, aminek három mutatója van. A leggyorsabb a másodperc mutató, 60 ugrást tesz meg, míg visszaér az eredeti helyére. Ez alatt telik el 1 perc. 1 perc tehát 60 másodperc. A percmutató, ez a hosszú, ez alatt csak egy pici lépést tesz meg. Neki is 60 lépést kell megtennie, hogy visszaérjen az eredeti helyére. Az alatt 1 óra telik el. 1 óra, az 60 perc. Eközben a másodperc mutató 60-szor 60-at, vagyis 3600-at lép. De mit csinál eközben a kismutató? Egy óra alatt mindössze egyik számtól a másikig lép. Fél nap alatt ér teljesen körbe. Ezt az utat egy nap alatt kétszer teszi meg. Egy nap, tehát kétszer 12, vagyis 24 órából áll. A Földünk ez idő alatt fordul meg a tengelye körül egyszer. Egy nap, az 24 óra. Földünk nem csak a tengelye körül forog, hanem kering a nap körül. Egy év alatt ér teljesen körbe. Ez alatt 365 nap telik el, pontosabban egy picivel több. Ez a körülbelül 6 óra, 4 év alatt tesz ki egy napot, amit szökőnapként iktatunk a naptárba, méghozzá február 29-én. A naptárban jól látszanak a kisebb időegységek. Egy hét az 7 napból áll, a hónap pedig körülbelül 4 hétből. Egy hónap változóan 28-tól 31 napig terjedhet. Egy év az 12 hónapból és 52 hétből áll. Ismételjük át egy kicsit a tanultakat. A hosszúság legkisebb, hétköznapokban használt egysége a milliméter. Ennek tízszerese a centiméter, a centiméter tízszerese a deciméter, a deciméter tízszerese pedig a méter, ami a hosszúság alapegysége. Ennek ezerszerese a kilométer, amit nagyobb távolságok mérésére használunk. A méter és a centiméter között 10x10, 10, vagyis 100 a váltószám. A méter és a milliméter között pedig 10x10x10, vagyis 1000 a váltószám. A tömeg legkisebb használt egysége a milligram. Ennek ezerszerese a gram. A gram tízszerese a dekagram, a dekagram százszorosa pedig a kilogram, ami a tömeg alapegysége. A gram és a kilogram között 10x100, vagyis 1000 a váltószám. A kilogram ezerszerese a tonna, amit nagyobb tömegek esetén használunk. Most pedig nézzük az időt. Ezeket bizony meg kell tanulni. A másodperc 60-szorosa a perc 60-szorosa az óra, a másodperc és az óra között 60-szor 60, vagyis 3600 a váltószám. 24 óra az egy nap, és 7 nap az egy hét. Végül nézzük az évet, egy év 12 hónapból, és 52 hétből áll.
Köszönöm a figyelmet, jó számolgatást!